Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása, haladunk tovább a Cosmic Upgrade Beta opcióval. Nyilván az elején még túl sok újdonságot nem tudunk bemutatni sajnos a Cosmic Upgrade-ből, amely elvileg arról szól, hogy végre kijuthatunk a sziklánk külsejére. Meteorok jöhetnek, napelemek és más egyéb csodák. Valamint üveget tudunk gyártani. Lássuk, hova jutunk. Az első korai programok nagyjából hasonlóak, mint minden ilyennél. Nem korábbi másik bázisnál volt. Az egyik fő feladat, opció az majd a víztároló átalakítása, kialakítása lesz. Elég furcsa és kissé problémás pozícióban van a víz. Ennek rendezése nem lesz egyszerű mutatvány. Wow! Homokgolyó. Nem deconstruct, hanem open. Hasonló, de nem ugyanaz. Kutatásnál éppen mit végzünk? Ah, a ranching és vidéke. Ami lassan meg is lesz. Kicsit sok bányászat van kijelölve, és igazából mindegyik relatív fontos lenne. Talán ez az egyetlen, ami egy picit fontosabb, mint a többi. Ugye ez a szép oxigén mezőhöz hozzáférjünk, plusz ezen elemekhez.
40 tonna homok, dirt, kosz, mondjuk úgy, föld. No, kezdjük meg az alapvető cuccokat, és kezdjünk átállni a gépesített energiatermelésre. Na, ez szerencsés lesz ez az oldal fura, fúrás. Már most elkezdünk vadászni. De hát még sehol semmi természetesen. Egyúttal akkor a negyedik szintjét, vagy harmadik szintjét a bányában, a lakásoknak kialakítjuk. Hát ezt össze-vissza raktuk le. Yikes. Persze lehet másfajta szobákat is kialakítani, sőt, nagy barakkok, vagy kisebb, nagyobb, szebb, jobb. És mindegyiknek megvan a maga haszna és hátránya. Ember. Kérgivel Noodlearm. Na, ez jó hangzik. Small Bladder. Nem annyira. Azt hiszem, te leszel a nyertesünk. Milyen munkára tudlak beosztani? Már használnak sincs munkája. Valaki alkalmas a művésznek. Hasszán. Liam pedig alkalmasnak tűnik. Takarító személyzetnek.
Eredetileg ide szántam a bányatelepet, vagy mi az, hecset, állatkertet, rencset, de inkább valószínűleg itt fönt magasabb szintre rakom. És erre a pozícióra meg egyelőre egy ajtót. Sweep only. Mindenki véve seed. Polluted dirt. Nagyjából ennyi. És akkor, ha más nem is, a hálószobákat meg ezt a lakószintet próbáljuk megtakarítani, de nem moppal, hanem sweeppel. Na meg a WC-t. Láthatóan jelenleg eléggé lefoglalja őket. Ha! Nem kell sweepelni a hecseket. Egyébként sem fog menni valószínű. Jó ötlet, nem tudom, valószínűleg nem, mert rengeteg ideig lefoglalja őket, amíg egyéb dolgokat is művelhetnének, ami hasznosabb. Ráadásul itt egyértelműen meleget engedek be. Ellenben azzal, hogy egy kicsit rendezettebb lesz a cucc, kicsit szebb lesz, kicsit jobb lesz, kicsit csökken a stressz probléma, ami ha nagyon lassan is, de elkezd el fölbukkanni. Ó, senkit nem használunk farmként. És ennek ellenére nem alakul ki a farmerünk. Nos, az hiba. De most már nem fogok senkit átrakni másik munkahelyre, úgyhogy megvárjuk a következőt. Akit elsősorban farmerkodásra akarok megbízni.
Job mastered, kutatás befejezve. Jó hír. Hát akkor egy kis ventiláció, egy kis ilyen olyan amolyan. Na viszont mi job mastereltek? Ho-ho, bányászok. Építész nem annyira szuper fontos, de a bányász igen. Mert akkor az majd tud ebben a ügyben is munkálkodni. Ami azért egy hasznos és kellemes mellékág lesz. Azt hiszem az egy másik bányász, igen. Nos, akkor a kritikus fúróbányászaink megvannak. Utcán sikolyszerű hangok. Nos. Ez szinte a Blossom Seed-et nem szedi föl magától. Job mastered. Valahol és valamilyen. Viszont ha művészünk elkészült, akkor néhány gránit festménybe belekezdhetünk. Ez a művészünket igencsak sokáig lefogja. Majd kötni, de hasznos. Meg úgy általában az építkezéseinket le fogja kötni.
Mert ezen tevékenység ellen ezzel a módszerrel védekezett a fejlesztői társaság, hogy iszonyú lassú lett az ügy létrehozása. És akkor remélték, hogy nem játsszuk elő ezt, de mivel ezt egyetlen egyszer kell, na és senkit nem zavar. És ahhoz képest nem nagyon drága, nem nagyon hosszú, hogy egyszer megcsináltuk, és utána a játék egészében 50, 100, 150, 200, 500 ciklusig segít. No, megjött a farmer jelöltünk. Quick learner. Nem egy rossz tulajdonság. Jam resistant, az is egy hasznos lenne. Legyen ő. A farm az pozitívabb lett volna, mert ezen a farmhanden kell átugrania gyorsan, nem annyira a ranchinget kell gyorsan tanulnia. Job mastered. Melyik? Gopher. Azt mondjuk érdemes átdobni. Kicsit többet tud cipelni. Az építés gyorsabban épít. Wow. És akkor mi van? Örökké valóságig tart úgyis, amíg az összes épületet, amit itt most kiadtunk nekik feladatként megképítik. Műremekek szép sorba készülnek. Egy újabb kutatás. És nincs elég oxigén készletünk. Ami valószínűleg helytálló. Figyelembe véve, hogy egyetlen ilyen algagyár az sosem lesz elég.
Ráérő farmhandünk szépen pakolgatja be a cuccokat. Kaja telepünk lassan kész. Hát nem teljesen, de nagyjából. Hang a készletünk messze nem elég, de mondjuk itt összesen háromhoz, nagyobb telephez is van kijelölt bányászatunk, ami azért sokat fog segíteni, meg itt egy harmadik nagyobb csomag még várja a felfedezést. Csak itt a víz problémát kellene kezelni hozzá valahogy. És egyelőre nincs kedvem ahhoz hozzányúlni. No, kezdünk jól állni. Lassan takarítanak, de csak azok, akik nagyon ráérnek. Most döntsd el, hogy van elég vagy sem. 8-nak elvileg elégnek kellene lennie 2. Kutatás, újabb elkészült. Újabb Jobmastered. Kutatás, hát azt még egyelőre békén hagyjuk. Nyilván hasznos, de nem annyira, hogy na most azonnal mindent eldobva. Na, alsó szint az kialakult. Nem is az a kérdés, hanem hogy lemásoljuk. Mag egyelőre úgy sincs hozzá, ami a gond, mert azért lassan teljes készlet kéne. Majd a 12 emberkéhez. Na, hé, behúba azért itt is dolgoznak. Festmény rengetegünk lassan készül, de csak lassan. Kis bányászatot ott megkezdünk majd. És az még akár jó is lesz majd egy szénbányának, vagy kettőnek, vagy szénerőműnek.
Nyilván egyenlőre csak kisegítő jelleggel. De sose lehet megkezdeni a külső ipari programokat túl hamar. Újabb kutatás. Egyelőre még egyik sem szuper fontos, de mind hasznos. Oh, cool steam vent. Wohohohoho. Azért volt itt. No, az viszont megváltoztatja kicsit a helyzetet. Azt nem láttam, hogy az egy cool steam vent. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5. Na, az mindjárt más a helyzet. Ezzel a bányászattal. Itt egy vízforrás, méghozzá 12 kiló, negyedes tempó, durván közel harmados, az ugye 3 kiló plusz még dormanszi, az jónak tűnik. Biohazard nem. Mouse Breezer lehetőleg nem, Small Bladder anémik. De Cook, és a Cook az jó lesz hosszú távon. Megnyerted az opciót. Megnyerted a szakács feladatát is. És akkor minden feladatra kiosztottunk embert már. Többé-kevésbé, mert majd még egy második farmer kell, hogy legyen valódi farmerünk. Meg egy ezen az ügyön kell majd még valakinek dolgozni, de még egy-két emberünk. Remek. Konkrétan még három emberünk majd lesz. Food shortage. Wow. Az talán egy kicsit túlzás. Nem gondolod? Mert oké, hogy nem dúskálunk a kajába, de azért nem hiszem, hogy kaja hiánnyal küzdenénk. Nincs sok, azt nem tagadom, azt azért nem tagadom. Vagy hogy nem bányászat harvestről harvestre élnénk egyenlőre.
Hát ott egy hash lett. De lett egy makrót is. Meg egy mag. Meg egy kritikus mag. Egészen hülye néha pozíciójuk. De kétségtelen foodshortage-nak tekinti, ha nincs legalább egy napi kajájuk, már pedig nincs most egy teljes napi kajájuk. Semmibe egy kis elásott tárgy effekt néha előfordul. No, mindjárt lezárjuk a mai 20 nap, 10 napos programot. Elkezdünk átállni? Jó kérdés. Na igazából csak ide kéne építeni egy széngenerátort. Némi padlót hozzá. És némi vezetéket. Kutatás. Azt most annyira még nem érdekel. És ugyan holnapra való előkészület, de sose árt. Na, milyen kutatást rakunk ki? Hát azt mondom, kezdjük meg a kutatások lezárását szép sorba. No, és mára ennyi volt.